Kérjétek meg, kedves testvéreim, hogy Isten igényével kezdjenek a mai csodálatosabb szervet, ami tulajdonképpen mondjam, hogy folytatása annak a mennyei evangelizációnak, ami 2019 évvel ezelőtt Betlehem határában történt. És pedig arról van szó, Isten angyalai megjelentek Betlehem határában, először egy angyal énekelt, majd egy mennyei kórus, és a kórus után pedig mennyei zenekar csodálatos szimfóniává alakította a szentestét. Ez az evangelizáció, ami ma a Lázár csatornán történik, köszönöm, hogy létre jött, és pedig úgy, hogy az Aurelból vicce a fiam, szenekar a musikát. Az evangelizáció nem jelent más, mint hídépítés és készítés. Egyik emberi szintől a másik. És a csodálatos az, amikor ezen az elkészített hídon, úton, ami a szívünk között megépül, elkezd járni maga Jézus Krisztus. A 9. szimfónia, a Beethoven 9. szimfóniájának 4. tétele jut eszembe, amikor a szeretetre való hangolódás annyira nagyszerűen nyer kifejezést ebben a szimfónia 4. tételében. Megszólal a csodálatos férfi hang, majd követi a klarinét, ezt követi a kórus és a zenekar. És az egész a maga teljességében és egységében szimfonikus üzenettel dicséri és magasztalja a világ teremtő Istenét, és éneklik az örömódát, amely mindannyiunkat gyönyörködtet. Hiszem, hogy ilyen csodálatos, gyönyörködtető koncert lesz ez a mai karácsonyi koncert itt a templomban, amikor majd gyermekeik átveszik a szót. És a maga valóságában hiszem, hogy Isten üzenetet fog megfogalmazni, az angyalok énekére fogunk halkan, csendesen a szívünk szegletében gondolni, amit Lukács az evangélista így örökítette számunkra. Ne féljetek! Íme én hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme része, mert született néktek a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. És majd az angyalok kórusa folytatja, ezért dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, a Földön békesség és az emberekhez jó akarat. Olyan nagyszerűen ír Babits Mihály a második ének című versének gondolataiban, és ezzel zárom a köszöntőmet. Megmondom a titkát édesen a dalnak, önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik emberben, embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. Legyen ennyire áldott és meghitt a mai együttlétünk. Jóisten áldása legyen ezen a csodálatos koncerten. Tudom, hogy a Zeus-szerve minekubünt ezen, és minekubünt tárjálom, hogy össze fiekú bojlak, hogy csehudekről csuprezentál, de hol kezdtál, és korulni csehúj, aureálból. Colindatori
ligura arsă și lisochi în lacrimi, lerui ler. Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, lerui ler. Castelor creștine, să-i primiți în casă, lacrimi, lerui ler.
tradizione.